Sziasztok gémerek, én Ejt vagyok, remélem mindenkinek jól telik a napja. A mai videóban arra gondoltam, megnézhetnénk az 50 TP-t, hiszen tudom, hogy nagyon sokan elkezdtétek kiúzni a 60 TP-t, ugye a TOT, illetve a Battle Pass miatt, és szerettem volna megmutatni, hogyha valaki jól játsza meg ezt a tankot, akkor mennyire kellemes tud lenni. Három dolog az, ami miatt ez a tank nagyon-nagyon kellemes, az egyik a toronypáncél, a másik az ágyus ijedés, és a harmadik, ami talán a legfontosabb, az alfa sebzés. Ugye tier 9-es tankként ugye kap 560 alfát jó átütés értékekkel, nagyon jól lehet vele ilyen városi pályán trédelgetni, úgyhogy szerintem ez az, amit ennél a tanknál mindenképpen ki kell hangsúlyozni. Ugye maga a páncélzat a tornyán egészen jó, de nem beüthetetlen, hiszen kettő kupola is van rajta. A testpáncél az egyáltalán nem jó, az oldalát nagyon könnyen be tudják ütni, hogy a szájszkrépeltek vele, akkor itt a nyakánál be lehet lőni a tankot, hogy tényleg nagyon-nagyon óvatosan kell megjátszani ezt a tankot, hogyha jól akartok teljesíteni benne. Illetve az alvázas sem erős. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a tankot ma működésre bírni. Egyébként srácok, majd egy picit átrendeztem a kamerát, remélem, hogy így egy fokkal jobb lesz a minőség, majd írjátok meg kommentekbe, hogy ti mit gondoltok róla. Próbálom előni a vézének a kupoláját, sajnos nem talált, de nem baj. Nem baj. Igazából itt tudunk trédelgetni a soroknál. Hagyjuk az AMX-et kinézni. AMX kivette a tankot, nagyszerű, ott van az 50 TP. Azt ilyen szögből be tudom ütni szerintem. Így is van, látjátok, tehát picit is elforgatjátok a tankot, akkor ez a rész nagyon gyengévé válik az oldalának, és be lehet ütni. Oj, jött a kobra, kobra mínusz egy. És 558-at azért odavertünk neki. Hihetetlenül jó. Főleg, hogy alacsonyabb szintű tankok ellen játszottok, tehát tegyük fel, hogy ilyesmit lőttök meg, egy lövés az egyharmad HP-t, sőt, több mint egyharmad HP-t le tudjátok vinni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kellemes lenni a tanknál. Ugye pár tank nézi, de azt hiszem. Óvatosan kell megjátszanunk ezt a szituációt. Esetleg a kobrát várnám, hogy kinézzen ott. De ő nem fog. Előre. Én megvárom, míg ez a tank lő, és utána pedig kinézek ide, szerintem. Ez lesz a terv. Jönnék, talán van időm beszélni, srácok, a felszerelésekről, amit használok. Ugye HP boostot használok, töltésgyorsítót, illetve stabilizátort, illetve nyitottabb pályákra használok turbót, töltésgyorsítót és stabilizátort. Ez a két setupom van erre a járgányra. Igen, ott kinéztünk. Vagy ebben 100%-ig biztos, hogy ez amúgy jó ötlet, ezzel megcsináljuk. Az AMX-nek az oldalába tudunk egyet lőni, és megúsztuk egyébként, úgyhogy nem is vettünk be sebzést, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Közben srácok, majd láthatjátok képen a harcni módosításokat tenni a tagnál, azokat ki fogom rakni. Úgyhogy azokat majd nyugodtan lemásolhatjátok rólam. Nem érdekes itt a szituációnk. Gondolkozom rajta, hogy bepussoljak, de közben meg ott van a kobra, ami oldalba táraszhat minket. Meg ugye el is kéne jutni addig. Ugye egész sok HP-n van, de azt egész gyorsan el lehet bukni. Ugye nem figyelek oda. Ha ott a kobra. Kicsit lassú voltam őszintén. Jelöljem. Az 50 TP az ellenfélnél is tokos, ezt onnan tudom, hogy 420-as alfája van. Tehát még nincs meg neki a legnagyobb ágyuk, akkor a kobrát el tudom csípni, így is van. Közben meg lepattant rólunk az 50 TP, már átváltott? Nem, ő alapvetően is APCR-re lőtt, ez az aranylőszerével lő minket. Csak szerintem rossz helyen talál el, vagy a kupolánkat próbálja ellőni. Jó, egyébként talán most lenne a szituáció, amikor előre tudnék pusolni, de az a gond, hogy még így is túl sok tank nézhet minket. Nézzük, lő az 50 TP. Vettünk egy lövést. Szerencsére csak egy lövést kellett ezért bevennünk. És nézzétek meg, az alfa miatt annyira jól tudok trédelni, hogy egyszerűen kiadja a matek. Még így is, hogy beveszem a lövéseket. Ha egy-egybe trédelek, akkor tök jó amúgy ez a trédelés. És ennél a tanknál szerintem ezt a játéstílus kell elsajátítani, hogy kinézel olyan tankokra, aminek az alfája kisebb, mint a tied, és mivel sok HP-d van, és az ágyú kezelhetőségre az meglehetősen okés, ezért ezt kihasználod. Próbáltuk most lőni egyet, most eléggé parasz voltam, mert nézzétek meg az állást, tehát 8-5 az állás, és ugye 6k HP-ja maradt az ellenfélnek. Muszáj ilyen trédeket megpróbálnom, mert egyébként nem fog tudni sebzéshez eljutni.
Jó lenne, az 50 TP-jékét onnan kikopna. Tehát, hogy így nem engem lövöldözne, de úgyis engem fog. Szóval valahogy le kéne pattintani még egyszer, és megindulni előre. Igen, az FV pattant. Ó, azt kéne, hogy előjön magát az 50 TP, és akkor megindulnék előre. Gyerünk 50 TP, tudom, hogy kattintani akarsz. Gyerünk. Kattints. 50 TP, gyerünk. Hát srácok, nem akar kattintani az úr, tehát ő türelmes. Hát most kattintott, figyeljetek. Mi megindulunk. Muszáj lesz, mert másra nem jutunk el sebzéshez. Be tudtuk egyszer lőni, és még mindig nem vagyok egy lövéses egyébként. Gyorsan itt hátra húzom. Nem használják egyébként az F-fél, hogy jobb a töltése. Ez egy hiba tőle. Most megpróbál ránk pusholni. Csak ez már késő lesz neki. Próbálom forgatni a tankomat. Így is van megint lepattant. Ugye felemeltem a tankot, így nem tudott olyan könnyen belőni minket, tehát így elrontotta a lövést. És így ki is tudjuk venni a játékból. Közben érkezik az 50 TP, akinek egyébként egy lövéses vagyok, tehát annyira nem jó a szituáció. És nem fogok időbe betölteni szerintem. Is van, nem tudtam időbe betölteni. Egyébként elnézést kérek, srácok, ha a hangom egy picit furcsább, még mindig ez a megfázásos időszakom van, aztán még nem hevertem ki. Úgyhogy elnézést, hogyha egy kicsit ilyen orrhangom van. Sajnos még ez az időszak tart. No, a következő pályánk ugye Ghost Town normál játékmódban. És egész jó a meccs leosztás, sok heavy van, amit szeretjük, akkor van sok HP, amit le lehet lövöldözni, úgyhogy megpróbáljuk a legtöbb sebzést kiosztani. Itt ugye szeretek alapvetően itt ezen a ponton kezdeni, mert innen lehet lőni azokat a medeket, illetve lájtokat, akik itt akarnak játszani, illetve innen be lehet lőni ugye ebbe a nehéz tank dühöngőbe is, úgyhogy ez egy ilyen multifunkciós pozíció, én így szeretek kezdeni heavy tankkal, TD-vel, igazából bármivel, meddel is. Úgyhogy megnézzük, ez mennyire lesz effektív. T44-ünk előre megy. Majd lehet, hogy spotol nekünk valamit. Ott vannak a gamerek. Igen. Így szembe fordítom magam. El tudjuk lőni a kupolát? Egyébként az ágyú nem a legpontosabb. De szerencsére el tudtuk lőni, és nézzétek meg, 654-et tudtunk lőni. Wow, erről beszéltem, amikor ez az ágyú, az alfáját lövi, vagy az alfa fölött lő, egy tier 8-as tanknak több mint a kétharmad HP-t el tudja vinni egy lövésből. Még úgyis, hogy HP boostot használ az úr. Hihetetlen. De az alfa, ez nagyon-nagyon királyni a tanknál. Skodát el tudjuk kupolázni? Igazából úgy eltaláltam, csak valahogy nem ért páncélt. Azt írja a játék, nem ért páncélt. Érdekes. Nem baj, én igazából jó szitúban vagyok szerintem. Én nem kell aggódjak. Nézzük, Skoda píkel, meggondolta magát. Igen. Ezt be tudom ütni ilyen szögből. Hát egy pixelt látok. Ti hisztek abba a pixelbe, srácok? Remélem. Megpróbálok előrébb kúszni, de az alasz téli az nem igazán enged. Tartja a sarkot rendesen. Jó, hát akkor megpróbálunk másik saroknál kinézni, mert ez itt nem nagyon fog működni. Így a T44-ünk nem nagyon spotolt itt semmit. Úgyhogy előre nem kell itt maradnom és támogatnom. Játjövök ide, erre a részre. Hopp, ott van a Liberte. Mondjuk, ha nem jött volna be elém az IS-6-os, ugye? Uram, legyél szíves. Aha, lövjenek a torony oldalát. El tudom lőni, nagyszerű. A KB-t 2000 HP van, tier 8-as tank, aminek 2000 HP van, wow. Az elég erős.
No, még egyszer el tudjuk túrni a lövét. A lövé egyébként nem realizálja azt a problémát, hogy amúgy a tankja az nagyon-nagyon magas és kilátszik a törmelék mögül. De egyébként fordítani szembe velünk a tornyát. Figyeljetek, én azt mondom, hogy irány előre. Bám, azt menet közben előjük, így is van. Én is már be is értünk a hulldownba. Igen. Ez az olasz térjét, ezt innen ki kéne vennünk minél gyorsabban, mert nagyon erősebb a poziba. Igazából az megint csak az alfával, hogy magasabbat rollok, mint ő, úgyhogy simán ki tudom venni. Még hogyha egy-egybe, tehát még hogyha ő be is süt engem, és én átütöm, akkor is jól járok. A lövőbe lőtt minket. Hm. Lő egy gamer. Hát, ez előtt a kupolával, de szerencsére nem sebzett. Visszaadunk neki egyet, csak hogy tudja, hogy érezze a törődést, tudjátok. Jó, már 4000 sebzésnél járunk egyébként. Nagyon durva, hogy mennyire gyorsan tud összejönni ezzel a tankkal a sebzés. Igen, lővének adunk egyet. Előtt az ágyumat. Ajjaj, de szerencsére ezért meghalt azért a megmozdulásért. Jó. Következő célpont, amelyeként a Liberta lesz. A Skoda inkább. A Skoda nem igazán realizálja, hogy amúgy az a kinézés ott a saroknál nem annyira effektív. És amúgy konkrétan leszettem már róla 2/3 HP-ját. El tudom lőni a kupoláját? Így is van, el tudtuk lőni. Jó, menjünk előrébb. Mi nem volt még spotolva? Egy TD meg egy arti. Azon kívül mindent láttunk. Aha, megvan a TD. Ezt be tudom ilyen szögbe lőni, hogy hátrébb tudod, akkor igen. Így is van. És lőttük egyszer. Skoda meghalt. Ezek itt van a másik Skoda, a sarkon nincsen. Akkor mehetünk előrébb. Azt ilyen szögben nem fogom tudni belőni. Szerencsére pattant rólunk. Egyébként a kis ájút használja, mert annak 750 az alfája. Skoda tőlem jobbra. Ott van a Proto. Proto megpróbál kinézni ránk. És éppen, hogy előttünk felötte. Megpróbáltam egyébként kicsit visszaápcélozni, mert tudtam, hogy ő is vissza fog mozogni. És a Proto alatt. A becsetre meg már szerintem nem fogunk tudni rálőni. Itt is vagyunk, srácok, ugye az utolsó körünket Cliff-el játsszuk a veszes oldalról, úgyhogy itt a turbo setupot hoztam azért, hogy minél előbb be tudja kérni középre, ugye itt ezen a pályán probléma szokott lenni az, hogy nem tudunk beérni normálisan középre, úgyhogy megpróbálom gyorsan előni a light-ot, aki ott felnéz, és már robogok is be, sőt, szerintem egyből amúgy megpróbálok eljönni erre a hegy körülőri részre, mert sőt, először megpróbáljuk előni a sárfutúr megállott, nem fog fölmenni, a T55 az lehet, hogy ad nekünk egyet. Nincsen ágyus ijedése. Megpróbálok neki visszaadni egyet, sajnos csak a frontpánciát találtam, mert így lepattant. A rút megölték, és azt a külső részt az elfoglalták egyébként, az nagyon-nagyon jó. És gondolkozom rajta, hogy amúgy nem igazán spotoltunk itt körbe tankot, lehet, hogy nincs is értelme nekem körbe elmenni. Oda kéne menni azt a T55 áthoz, és az alfa sebzésemet kihasználni. Szerintem az jó lenne egyébként, jó ötlet lenne. Gyere ide, uram! Igen. Igen, lepattant rólunk. Én adok neki egyet, 540. Úgy neki sokkal jobb a DPM-e, de itt nem igazán tudja kihasználni, szerintem. Úgyhogy... Ojjjjjjj, az egy Emil. Uram. Az Emil viszont problémás itt. Na, próbáltam T50-nek a kupoláját előni, ami sikerült, és csak nem adott be rá sebzést. Jobbra tőlem lehet egy duplális, arra figyelnem kell. Ugye az Emil az kis ágyus, azt lehet látni. Talán annyira nem félünk tőle. Az Emilünk lőtt egyet, lövök az ellenfélemébe egyet, így ki tudja venni a játékból, és ugye visszaszorítottuk ezeket a tankokat, nagyszerű. Az alsó részen ugye látni, hogy pusol be az ellenfél, úgyhogy én már robogok is át itt. Ez a T50, tehát azt el kéne lőni. És van, sikerült. Nagyszerű. És nekem a célpontom ez a kettő gamer lesz itt. És az Emilünk is egyébként jön, az nagyon jó. Oda nézetek?
megvárom, míg beszűkül az ágyú. Ugye ennél az ágyúnál azért figyelni kell, hogy hosszú a szűkülési ideje, úgyhogy azért adni kell neki időt, amíg teljesen beszűkült. De hogyha teljesen beszűkült, vagy úgy 80%-ra beszűkült az ágyú, én azt gondolom, hogy teljesen jó használható, egyáltalán nem olyan problémás az a löveg, mint mondjuk elsőre tűnik. Itt a 263-at várnám, ott nézzétek? Tehát el tudom csípni a light-ot. Ugye fontosan néztem, hogy a 263 kinéz ránk, és nem gondoltam, hogy a light-om úgy megpróbál elfutni, de igazából el tudtuk csípni, és látjátok, hogy egészen kellemesen működik az ágyú. És itt van ez a 263-as, akit meg lehetne videójátékozni. Jó? Ugye Zemilnek a segítségére lenne szükségem. 600-at lőtt belénk, wow. Jó, vissza tudok neki adni egyet, közben az artilő, váljátok, és kettő gameremet is ellőtt, a kettő legénységi tagot, az gond. 263 elkapkodja a lövést, nagyszerű, így hogy vissza tudok neki adni még egyet, le is tudjuk trekkelni, így az ebülünk ugye ki tudja végezni. Közben látom jobbra amúgy a fészt, ne aggódjatok. Ne, vége, Emil, nem lőtte ki a TD-t, Emil, ne csináld ezt, hát ott crossfire-be kerülünk. Emilien. Miért hagy cserbe az ebülünk, srácok? No. És az arti 500-at vág belém, elvitt az arti 900 HP-mat. Wow, srácok, és az ebülünk nem csinál. Tehát meg se próbál játszani a játékkal. Lövök egyet a Phase 1-esbe, az a TD lőtt, a Phase 1-es be fog tölteni, úgyhogy muszáj előre felemennem. A Phase 1-es amúgy engem akar. Jó, a Phase 1-es lőtt, ez azt jelenti, hogy én hátratolatok. Sajnos letrekkeltek minket, ez nem jó. Mindjárt javítunk. Nagyszerű. Téri nem tud minket ellőni. Nagyjából megvan oldva a situ. Az artinak nem kéne kilőnie minket. Ugye tudjuk, hogy innen lőtt meg a VTPZ4. Az arti másra lőtt. Aha. Látom srácok a tankot. Szerintem az a TNH-n ki fogja lőni. Betöltök egy repeszlőszert a VT-re, mit szóltok? Mindjárt visszakapom egyébként a parancsnokomat. Na lássuk. 713-at lőttünk bele. Wow. Wow. Oh no. Na, még egy lövés. Az amúgy nagyon-nagyon király lenne. 687. Wow, srácok. A következő lövésem az amúgy APC-el lesz, mert ott van az olasz téri, azt szeretném meglőni. Vagy az Artit igazából. De kettő jó lenne. Olasz téri nem is felénk néz, kikurulok itt. Ilyenkor jön a 8 fok ágyus védés nagyon jól. Igen, ott az Arti. Bám, lövünk bele egyet. Nagyszerű, meg tudtuk büntetni azért, mert elvette az összes HP-mat köbö. És hogyha minden igaz, akkor talán még egy lövésünk van a TD-re. De ez ilyen pixel lövés lesz, hogyha sikerül. Oh no, kigyulladt. Gyerünk, tolass uram, vagy menj előre, vagy valami legyen. Azt már nem adta be. Az azért elég érdekes lehet volna, hogy azt is beadja, akkor 7K fölött sebeztünk volna. De mindegy, srácok. Igazából szerintem lehetett látni ebből a körből, illetve az előzőből is, hogy mennyire király tud lenni ez a tank, és mennyire jó az alfa sebzés, amikor ki tudjátok használni, és ugye tényleg arra kell koncentrálni ennél a tanknál, hogy trédeljetek, tehát ne menjetek be olyan harcokba, ahol az ellenfélnek mondjuk jobb a DPM és ki tudja használni, hanem tényleg, hogyha a toronyba játszotok, elrejtitek a testét, és csak egy-egyet trédeltek vele, akkor hihetetlenül jól tud működni ez a tank, és meg is mutatom nektek az eredményt, ugye három csatából. Ugye láthatjátok, abszolút top damage-el végeztünk, illetve ott van három csata, 5400 átlag, plusz még 300 assist. Szerintem megmutattam, hogy ez a tank mennyire jól tud működni, igyekeztem nem aranylőszer spamelni, igyekeztem normál felszerelésekkel bemutatni nektek, srácok, a tankot. Úgyhogy remélem élveztétek, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok a videóra egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni hasonló tartalmakért, és csatlakozzatok a Discord szerverre, illetve csatornatagát tudtok válni, ezeknek mindegyik a linkjét megtaláltok a videónak a leírásába, és kommentbe írjátok majd meg, hogy ti esetleg a 60 TP ágán melyik tagnál jártok, és melyik tank ról szeretnétek esetleg egy bemutató videót látni, nyugodtan dobjátok be ezeket kommentek közé. Legyen szép napotok, legyenek jó csatáitok, jó rengétek, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Sziasztok!